A részletekről tartott sajtótájékoztatót szerdán a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület és több támogató szervezet képviselője. Mint elhangzott, a jótékonysági rendezvényt a fiatalok kezdeményezték. Ez már nem az első alkalom, hogy ilyen jótékonysági esten részt veszünk, illetve saját magunk szervezünk. Maga a dolog hozzám már talán a legközelebb, és amikor én ezt a hírt megtudtam, akkor egyből továbbítottam a csoportnak, amiből aztán az következett, hogy egyből mindenki, mint egy ember szólalt fel, hogy akkor csináljunk valamit, csináljunk egy jótékonysági estet, és a munkálatok azonnal elkezdődtek. A jótékonysági rendezvényen nem csak a fiatalabb korosztály képviselteti magát. Budavölgyi úr felhívott bennünket, hogy lesz az esemény. Mi egy emberként, egy szívdobbanással jelentkeztünk erre a dologra. Természetes dolog, hogy egy kis tündér, most egy kis szubjektív dolgot viszek bele, az ajtó szomszédaimnak a kis unokája. Úgyhogy tehát kötelességemnek is éreztük, hogy ebben segítsünk, de nem kötelességből tettük, hanem tiszta szívből. Méghozzá március 11-én a Megyeszai Házban. S mint az elhangzott, a művészet számos ága fogott össze azért, hogy segíthessenek a kislányon. Így tánc, ének, színdarab és hangszeres zene is szerepel a repertoárban. Fellép többek közt a BLG Virág Benedek kórusa, a Tungsram és a Hevesi Versmondókör, a Sketch Dance és a Tatár Csaba Kvartett is.